köszöntöm a nézőket, önök az Emplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják, szeptember 21-én, szerdán este 19 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. 8. alkalommal rendezték meg a biztonság napját Sátoraljaújhelyen. Energetikai korszerűsítés a városi sportcsarnokban. Testületi ülése készül Sátoraljaújhely város önkormányzata. Az Emplén térségi katasztrófa és polgári védelmi szövetség, valamint Sátoraljaújhely város önkormányzata közös szervezésében 8. alkalommal rendezték meg a biztonságnapját. Ennek keretében a városban található valamennyi rendvédelmi, rendészeti és fegyveres szervet felvonultatva ismerhették meg az érdeklődők, kiemelten a gyerekek és a fiatalok mindazt a sokszínű munkát, amelyet például a rendőrség, a mentők, a katasztrófavédelem, a honvédség végez a hétköznapokban valamennyiünk biztonsága érdekében. A biztonság fogalma egyre inkább felértékelődik, hiszen a most zajló változások nem csak Európára lesznek hatással, hanem a szűkebb régiónkra is. Így ennek a biztonságérzetnek a megőrzése és fenntartása valamennyi rendvédelmi és rendészeti szerv közös munkáját feltételezi. Ezzel együtt pedig a hétköznapok segítségnyújtása révén is az ő együttműködésük valósul meg, hangzott el az ünnepélyes megnyitón. Hogy ez mit is takar, ezt mutatták be Sátoraljaújhely sétáló utcáján a biztonságnapja keretében. A már 8. alkalommal meghirdetett esemény keretében a rendőrség, a mentők, a katasztrófavédelem, a Vöröskereszt, a Magyar Honvédség, a fegyház és börtön is képviseltette magát. Így együtt minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy a nagyon nehéz helyzetbe került embereket, életet vagy vagyont a lehető legjobban, leginkább meg tudják védeni. Ebben minden beletartozik. A rend is, még a köztisztaság is innen indul és megy fölfelé odáig, hogy egy tűz esetén mennek a tűzoltók, baleset esetén mennek a mentők, és a esetleges támadás esetén pedig mennek a honvédek, a magyar katonák. Ezzel mindig megnyugtató. A gyerekeknek érdekes, nekünk felnőtteknek megnyugtató, hogy ezek az egységek, ezek az emberek az életüket tették föl arra, hogy mások életét megmentsék, vagy védjék az országot, vagy védjék a várost. A legfontosabb cél továbbra is a lakosság katasztrófavédelmi felkészítése, oktatása és tájékoztatása mellett a biztonság számtalan irányú kiterjesztésére való figyelemfelhívás. Talán ide tartozik az is, hogy a különböző bemutatók, amit különböző rendvédelmi és velünk együttműködő társszervek tartanak, ezek ráirányítják a figyelmet napjaink olyan kérdésére, amire talán korábban nem is gondoltunk. A gyerekek kézzelfogható módon ismerhették meg a biztonság napja résztvevőinek munkáját, megfoghatták az eszközöket, új ismereteket szerezhettek. Megismertetjük a gyerekekkel, illetve a kilátható közönséggel a tűzoltóságnak a munkáját. Nekünk feladatunk a tűzmegelőzés is. Tűzmegelőzésen belül, a prevención belül az, hogy felhívjuk azokra a veszélyforrásokra a figyelmet, amelyek esetlegesen egy családi házon belül, egy lakáson belül megjelenhetnek. Egyre több állampolgár érdeklődik a Magyar Honvédség iránt. Én úgy gondolom, hogy a térség állampolgárai felfedezték azt a lehetőséget, amit a Magyar Honvédség kínál, mint munkavállalás, hivatás, illetve továbbtanulás lehetőségeit. A biztonság napja vonatkozásában pedig 8. alkalommal szervezik ezt meg, és mi ötödjére itt vagyunk. Jelzi az elkötelezettségünket, hogy fontosnak tartjuk az ilyen jellegű rendezvényeket. A biztonság napja keretében látványos bemutató is színesítette az egész délelőttös programot. A pályázati forrásnak köszönhetően 300 millió forintot nyert Sátoraljaújhely város önkormányzata a városi sportcsarnok energetikai fejlesztésére. Dankó Dénes alpolgármester elmondta, a sportlétesítményen ablakokat cserélnek majd, és a homlokzatot is szigetelni fogják, valamint a fűtési rendszer komplett cseréje is meg fog valósulni. Az ősz folyamán a tervezési feladatok véget érnek, és utána írják ki a közbeszerzési eljárást.
mint ahogy arról már beszámoltunk a napokban, több intézmény létesítmény nyújul meg a következő időszakban Sátoraljóhelyen. Az önkormányzat számos pályázati lehetőséget igyekszik kihasználni annak érdekében, hogy a városban több beruházás megvalósuljon, hiszen ez nem csak a komfortérzet javítását szolgálja, hanem energetikai megújulást is jelenthet egy-egy épületnél. Gankó Dénes alpolgármester elmondása szerint a TOP Plus pályázatnak köszönhetően a városi sportcsarnokot is egy ilyen fejlesztéssel tudják korszerűsíteni. Nagy örömünkre szolgál, hogy a támogatás alkalmasnak ítélte a projektünket. Így 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a város arra, hogy az energetikai oldalról korszerűsítse a sportcsarnokot. Tehát ez magát a belső teret, a sportpadlót nem érinti. Ez kimondottan nyilázáró csere, homlokzati hőszigetelés, és ami nagyon fontos, a fűtési rendszernek nem egy felújítás, hanem egy komplett cseréje, hiszen napelemeket teszünk föl a sportcsarnok tetejére, és egy hőszivattyús fűtést fog létesülni. Ezt a pályázatot még az év elején nyújtotta be az önkormányzat. Mondhatjuk, hogy milyen előrelátók voltunk, amikor az év elején benyújtottuk a pályázatot, akkor még nem volt ismert, hogy egy energiaválság megy végig Európán. Mi már akkor úgy döntöttünk, hogy egy alternatív fűtési módban gondolkozunk, úgyhogy egy modern hőszivattyús fűtés fog megvalósulni a sportcsarnokban. Elindult a tervezési folyamat, itt most az ősz folyamán ez véget is ér. Kiírjuk a közbeszerzési eljárást, és majd a nyertes kivitelezőnek át is adjuk a munkaterületet, hiszen úgynevezett száraz építésről van szó, tehát az időjárás engedi, akkor nyilázáró cseréket, a szigetelési munkákat mind-mind el lehet végezni, úgyhogy abban bízunk, hogy itt a lehető legrövidebb időn belül energetikai szempontból megújul a városi sportcsarnok. A városi sportcsarnokot ennek a felújításnak köszönhetően most egy ideig nélkülözniük kell azoknak, akik eddig igénybe vették azt, de hamarosan megújult feltételek mellett újra nyitva áll majd előttük a létesítmény, mondta a város alpolgármestere. Sátoraljóújhely város önkormányzat képviselő testülete ügyrendi és nemzetiségi, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottsága is ülésezett. Mindkettőben a tagok három olyan napirendet is tárgyaltak nyílt ülés keretében, amelyek a városban élő családok támogatását teszik lehetővé. Az ezekkel kapcsolatosan megfogalmazott javaslatokat holnap tárgyalja a képviselő testület, így azoknak várható elfogadását követően többek is számíthatnak, akár pénzbeli segítségre is. A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások, a rezsiköltségek mérsékléséhez nyújtott támogatás, valamint a Bursa Hungarika ösztöndíj pályázat feltételei és lehetőségei, az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság is tárgyalta ezeket a témaköröket, annak érdekében, hogy konkrét javaslatokat fogalmazzanak meg a tagok a képviselőtestületnek ezekkel kapcsolatban. A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet eddig is szabályozta, hogy milyen jövedelmi helyzetben élő családokat tud az önkormányzat támogatni. Most ez a rezsi áremelés, a tűzifa árának emelése elgondolkodtatta a hivatalt, illetve a város vezetését, és hozzányúlunk az önkormányzati rendelethez olyan módon, hogy aki tüzelőtámogatást kér, eddig egy szobafűtése esetén 15 000 forintot kérhetett most 20 ezer forintra, illetve ahol legalább két szobát fűtöttek, vagy a családtagok száma több volt, ott 20 ezer forint helyett 25 ezer forint. Ugyanúgy lakásfenntartási támogatással segíti az önkormányzat a rászoruló családokat. Itt is mérlegelve a benyújtott kérelmek esetén, hogy kik jogosultak, kinek ítélhető meg, mennyi az elismert lakás nagyság, mennyi annak a rezsiköltsége. Itt is egy növekedés történt, hogy az elismert lakás méret áránál ilyen 50 forintos emelések következtek be. Az elnök beszélt arról is, hogy a Bursa Hungarika ösztöndíj kapcsán is változás lép majd életbe, hiszen az egy főre eső jövedelem határ itt is emelkedik. Korábban családosoknál 85.500 forint volt az értékhatár, most pedig 99.750 forintra javasoljuk ezt megállapítani, illetve hogyha a családban tartós beteg van, vagy fogyatékossággal élő van, akkor pedig 128.250 forint lenne a célszerű megállapítani, ebben fog a képviselőtestület csütörtökön dönteni. A lakás
lakás fenntartási támogatás mellett egy új lehetőség is megnyílik a sátoralja új helyiek számára. Egy rezsitámogatási rendszer kerül bevezetésre, hogy akinél eddig is megvolt a lehetőség, hogy lakásfenntartási támogatást igényeljen, nyitjuk az ollót, és az átlag teljesítmény feletti fogyasztóknál adunk egy lehetőséget, hogyha más módon, más forrásból nem kaphatnak támogatást, hogy akkor őket az önkormányzat tudja támogatni. Ennek a részleteit hirdetménybe fogjuk megadni, hogy aki rászorult, és aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, azt tudjon élni vele. Valamennyi témakörben holnap születik majd képviselőtestületi döntés. Sátoralja Újhely Város Önkormányzat képviselőtestülete, gazdasági, városfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottsága is megtartotta első ülését az őszi ülésszakban. A legtöbb napirendi pont önkormányzati vagyon és lakás hasznosításra vonatkozott, ezekkel kapcsolatos kérelmeket, felajánlásokat tárgyaltak. Sátoralja Újhely Város Önkormányzat képviselőtestületének gazdasági, városfejlesztési és vagyongazdálkodási bizottságára mindig sok feladat hárul, így az üléseiken is több napirendi pont szokott lenni, melyek önmagukban is sok résztémát vagy kérelmet tárgyalnak. Így volt ez az idei ősz első ülésén is. A bizottság tárgyalta a Sárospataki tankerület és Sátoralja Újhely város közötti vagyonkezelési szerződés módosítását a megújuló városi uszoda ügyében. Az önkormányzati vagyon és lakáshasznosításra vonatkozóan több napi rendi pontot is tárgyaltak, sok alponttal. Fölajánlások, elidegenítési kérelmek voltak köztük. És olyan felújítási kérelmek is voltak benne, amikor a bérlő mondjuk az elektromos hálózatot felújította, miután hosszú ideje bérli a lakást, a lakáson belül, és találkoztunk olyannal is, aki néhány hónapja bérli, és olyan igénnyel állt elő, hogy ő szeretne lelakni ilyen-olyan összeget, mert hogy nem tetszett valaminek a színe, módosította, átalakította. És ennek kapcsán mondtuk azt osztályvezető úrnak, hogy egy tájékoztatás menjen ki a bérlők felé, hogy csak úgy történhet meg az ilyen felújítás és a lakáshoz való hozzányúlás, hogyha az előzetesen egyeztetve volt az önkormányzattal és a vagyongazdálkodási osztályjal és annak vezetőjével, hiszen előre kell egy kalkuláció, hogy körülbelül mennyibe fog kerülni, tehát az osztálynak ki kell menni, meg kell nézni, hogy valóban fönnáll a probléma. Egy körülbelül költségvetéssel kell előállni. A bizottság engedélyezése után lehet elkezdeni a munkálatokat. A képviselő felhívta a figyelmet, hogy a városnak van egy települési arculati kézikönyve, melynek meg kell felelni. Így a munkálatokat mindenképpen előre egyeztetni kell a vagyongazdálkodási osztállyal. Valamint azoknál a lakásoknál, ahol úgy vállalta az ingatlannak a bérlője a szerződés megkötését, hogy ő maga a saját költségére fogja ezt a lakást felújítani, majd utána a bérleti díjból úgymond, csúnyán mondva, le fogja lakni. A felújítások csak a település arculati kézikönyv alapján történhetnek meg, tehát a felújításnak meg kell felelnie az abban foglaltatnak. Színben, magasságban, szélességben, külső díszek elhelyezésében ezeket a módosításokat tette a bizottság, hogy ezekre mind hívják föl a bérlőknek a figyelmét, mert az elkövetkezőben, amennyiben valaki ezt nem fogja betartani, tehát úgy fog bele egy több százezres felújításba, hogy azt nem egyeztette le a vagyongazdálkodási osztállyal, akkor nagy valószínűség szerint a bizottság nem fog ezt hozzájárulni. Ahogyan a többi bizottság, így a gazdasági, városfejlesztési és vagyongazdálkodási is tárgyalt az zárt ülésen a díszpolgári címre és a Pro Urbe díjra előterjesztettek személyét. U11-es régiós tornában nyitotta meg az őszi szezont a Sátoralja Újhelyi STK. A fiatal focista gyerekek 8 csapattal érkeztek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei körzetközpont és a régió kiemelt csapatai találkoztak a Sátoralja Újhelyi Pázsi Tuti sportpályán. A rossz idő ellenére is jó hangulattal kezdődött a Sátoralja Újhelyi STK régiós U11-es tornája. Összesen 8 csapat érkezett a Sátoralja Újhelyi sportpályára, ahol a gyerekek között a tehetségeket szeretnék megtalálni a szervezők. Szabó László szakmai vezető elmondása szerint eredményes évet zártak, számos tornán vettek részt. Erre az őszi szezonra már a nyár végén elkezdték a felkészülést. Elkezdődött már a felkészülés itt az augusztus hónapban a csapataink számára, itt ugye minden korosztályos csapatot
egyetértek ezen, és most már beindulnak a tornák is. Ez a 2022-23-as szezon első régiós tornája. Az elkövetkező héten, illetve az utána következő időszakban fesztiválokat és tornákat rendezünk még Újhelybe, azok körzetközponti tornák lesznek és fesztiválok. Ez ugye a régiós torna, tehát megkülönböztetünk régiós és körzetközponti tornát. Ez a régiós, ahol a Szabolcs megyei körzetközpontok kiemelt csapatok találkoznak a Sátorai Újhelyivel. Itt U11-esekről van szó, 4 pályán zajlanak a mérkőzések, és itt ugye a végén megint játszanak egymással még egy kört a két csoportban lévő csapatok. Valójában az eredmény nem számít, hanem a tehetségeket keresjük, a tehetségek játékát figyeljük. Az idei szezonra is több tervük és céljuk van. Edzések folyamatosak, tehát 3-4 edzéssel indulnak a csapataink, illetve szerepelnek a csapataink. Most is itt is megragadom az alkalmat, hogy minden korosztályos csapatunkban a 7 évestől a 16 évesig várjuk a játékosokat, a tehetségeket, vagy aki éppen kedvet érez a futballhoz. Minden korosztályjal külön edző foglalkozik, és tulajdonképpen ezeket az edzéseket, a mérkőzések részvételét úgy biztosítjuk, hogy a szülőktől a tagdíjat nem kérünk. A gyerekek ingyen kapják az utazást, felszerelést, ellátást az útra, illetve az edzők foglalkoznak velük, szakképzett edzők. Szabó László elmondása szerint kiemelten figyelnek a gyerekekre és támogatják őket, hogy minél magasabb szintre juthassanak a foci világában. Mivel körzetközpontként szereplünk, a környékről is járnak be hozzánk a tehetségek a kiválasztó edzésekre. Innen vagy az akadémiára tudnak kerülni, vagy pedig a Sajó vagy a foci suli, a TK az első lépcső, utána pedig az akadémia, a Diósgyőri, ami alá mi dolgozunk. Tehát a legtehetségesebb gyerekeknek egyenes az út akár a TK-hoz, mi tehetségközponthoz, vagy pedig a Diósgyőrhöz. Korábbi években több játékosunk is volt, aki felkerült a Diósgyőr korosztályos csapataiba, volt olyan, aki a felnőtt csapatnál is kapott szerződést, tehát pont az lenne a cél, hogy a megyei élcsapatot úgymond, most idézőjelben, mert jelen pillanatban MB2-be szerepel, de az akadémiát erősítsük, tehát elsősorban a tehetségeket arra fele kell továbbítanunk. Az őszi szezonra tábor terveznek, ahol a fiatal focisták tovább tudják fejleszteni a képességeiket, tette hozzá Szabó László szakmai vezető. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. 8. alkalommal rendezték meg a biztonság napját Sátoraljaújhelyen. Energetikai korszerűsítés a városi sportcsarnokban. Testületi ülésre készül Sátoraljaújhely város önkormányzata. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel holnap este 19 órakor várjuk Önöket. A viszontlátásra!